Kezdjük először két hagyatékkal, amit Rákóczi Ferenc hagyott ránk, illetve nem is Rákóczi Ferenc, hanem inkább a kuruc kor, aminek ő szerves része volt. Ugye ez a 80-as években gyűjtött papírka, én gyakran láttam, nem sűrűn, de gyakran találkoztam vele. 56-ban az egyik jelszó volt a tüntetések során. Egyébként pedig a Buga Jakab énekre hajaz vissza, tehát valóban egy kuruckori dalról szól. Ugye mi a tartalma tulajdonképpen mondjuk a 80-as években? Az ellenállás mintáit tanuljuk Rákóczitól és a kurucoktól, kivel szemben, törökkel szemben, németrel szemben, oroszsal szemben, hazaárulókkal szemben, bárkivel szemben, akiről azt gondoljuk, hogy a függetlenségünket, szabadságunkat veszélyezteti. A másik hagyaték az egy kicsit Vörös Martit idézi meg, ugye a népek hazája, nagyvilág hozzá bátran kiáll. Hallgassuk meg! Semmit ebből, amit olvastam, ez magyarul van fölírva egyébként, mert hogy a legrégebb óta létező francia katonai alakulat, az magyar eredetű katonai alakulat, Rákóczi egyik katonája hozta létre, és a mai napig magyarul énekli a kórus az ezred egykori indulóját, ami ez. De majd visszatérünk még erre, csak annyit szeretném mondani, hogy francia katonák magyarul énekeltek az imént, minden apai tanyait beleadta, hát ennyire futotta nekik. Legközelebb meghallgatjuk még egyszer, amikor elköszönünk, akkor majd magyarul fölírom, hogy miről énekelnek ők, pontosan, hogy miről próbálnak énekelni, és ők megvan, persze azt fontos tudni, hogy ők tudják, hogy magyarul énekelnek, és azt is tudják, hogy miért énekelnek magyarul, majd arról is visszatérünk, hogy miért énekelnek magyarul. Ez mindenképpen az egyik nagyon fontos nemzetközi hagyaték. De a történetre, ha vissza akarunk menni, akkor meg kell mondjam, hogy minden Mohácsnál kezdődött, tehát ha
a Rákóczi szabadságharcot és vele Rákóczi életművét meg akarjuk érteni, akkor tudnunk kell, hogy mi volt az a helyzet 1703-ban és az az állapot, amelyben ő átvette a magyar királyság irányítását, ha csak ideig óráig is, mert hogy onnan érthetjük meg azokat az erőfeszítéseket, amelyen ő a magyar királyságot ott és akkor elkívánta indítani egy olyan fejlődési periódusra, olyan fejlődési útra, amit jónak látott, és ezért mondom, hogy vissza kell térni, meg kell nézni Mohácsot, mert hogy Mohács után tanulta meg a magyar főúri társadalmi csoport, azokat a viselkedési normákat, akkor vette magára azokat az értékeket, ezek hitbeli, kulturális, nemzeti értékek, amelyekben Rákóczi már beleszületett, és amelyeket tovább akart építeni. És ezek az értékek alapvetően különböznek a korábbiaktól. Magyarán a Mohács utáni magyar főúri generáció újra tanulta a világot, mert hogy neki ezt meg kellett tenni. Ez, amit itt látnak, 16. század eleji Európát mutatja, benne a magyar királyságot, szép nagy darab, azt lehet mondani, 320 ezer négyzetkilométer hozzávetőlegesen, az a mai Németországnak felel meg nagyjából. Ha úgy nagyon meg akarjuk nézni, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen Franciaországon és Spanyolországon kívül nálánál tekintélyesebb állam nincs Európában. Ugye a Német-Római Császárság nyilván, tehát a Német-Római Császárság már előtte is még hosszú időn keresztül államokra van tagolódva. Illetve van még egy furcsa államalakulat, ugye ez a Lengyel-Litván nagyfejedelemség, ami egységes állam már, meg nem is egységes állam még, tehát ő mindenképpen számolt. Amire viszont nagyon fel kell hívni a figyelmet, az ez, az oszmán birodalom itt van a kapuk előtt. Ugye ha most egy Zsigmond korabeli térképet mutatnék, amit nyilván nem hoztam, akkor azt látnánk, hogy az oszmán birodalom valahol itt van. Van még egy szerb, egy havasalföldi és egy bosnyák ütköző állam Magyarország és a török birodalom között. A 16. század elejére ez Mátyás király és az apja Hunyadi János minden erőfeszítése ellenére ezek az ütköző államok eltűntek, ezeket a török birodalom elnyerte. A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, ezek a Habsburg tartományok, ugye a sárga jelenti a Habsburg tartományok, ugye a Spanyolország már tartósan a Habsburg fennhatóság alatt van, megszerezték már Németalföldet, Franciaország határa mentén egy kellemes sávot, Észak-Itáliát, Dél-Itáliát, és itt van az osztrák főhercegség, Steyerország, Karintia és Krajna, ami szintén az ő birtokukban van. Na most ami ebből a szempontból nagyon fontos, az Franciaország helyzete és szerepe, ugyanis Franciaországot félkörbe fogja a Habsburg, a formálódó Habsburg birodalom, és ez Franciaország számára roppant kellemetlen, különösen tekintettel arra, hogy az angol-francia viszony az ugye tartósan és évszázadok óta mondjuk kiegyensúlyozottan francia részről. A francia királyság mindent el fog követni a további években, hogy ebből a harapó fogóból valamilyen úton, módon kitörjön, ami azt jelenti, hogy a következő 2-3 évszázad az Európában a francia Habsburg vetélkedésnek az évszázada lesz, mert nyilvánvalóan a Habsburgok nem fogják hagyni, hogy Franciaország ezekből a területekből bármit szerezzen. Amire még szeretnénk felhívni a figyelmet, a Skandinávia egyelőre csendben van, nem szól bele az európai politikába, majd 100 év múlva viszont annál erőteljesebben. És amit itt látunk, az megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, ott van Európa perifériáján az orosz fejedelemség, amely még erőteljesen ázsiai lekötöttségű ebben az időszakban, de 100 év múlva már ő is jelezni fogja, hogy szeretne Európában pozíciókat szerezni, illetve itt van a német lovagrend területe, amit majd a következő térképen látni fogunk, hogy jelentős átalakuláson megy át, és elindul egy állami óriási karrier irányába. Itt van tehát a magyar király. Ha mondjuk a magyar király megtalál halni, mint a Mátyás király elkövette 1990-ben, akkor nyugodtan számíthatunk arra, hogy jeles európai dinasztiák fognak kopogtatni, hogy ők szeretnék megszerezni a magyar koronát, mert hogy Európa egyik igen-igen előkelő állomán a trónján ülni, az nem megvetendő pozíció. Ilyen módon vannak is jelöltek, nyilván elsősorban a környékről, ugye lengyelek, jagellók, ők is lesznek azok, akik átveszik a hatalmat, illetve jönnek a Habsburgok is, ők is szeretnének pozícióba kerülni.
És aztán különböző okok, ebben nem fogunk itt most belemenni, miatt létrejön egy házassági szerződés, aminek a lényege az, hogy második Jagellón László fia, második Lajos Habsburg lány lesz feleségül, Habsburg Ferdinánd, ennek a Habsburg lánynak a testvérbátyja, azt pedig feleségül teszi Jagellón Annát, második Lajos magyar király leányát. Akiről itt érdemes megjegyezni, hogy innentől kezdve az összes Habsburg leszármazott, egészen a Károly király, akivel leköszönhetett róla, azok Annától származnak. Tehát ő az ősanyja gyakorlatilag annak a Habsburg családnak, amelyik európai nagy politikát fog folytatni a továbbiakban. Ha tovább lépünk itt, tehát egyedül nagyjából, ja még egy dolgot szeretném, még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmüket, Mátyás Álmár. Ugye Mátyás 20 évvel korábban arra törekedett, hogy Sziléziát, Csehországot, Morvaországot, illetve Ausztriát megszerezve létrehozni egy közép-európai államot, mert azt remélte, hogy egy ilyen közép-európai állam talán képes lesz arra, hogy a törököt távol tartsa Magyarországtól. De azért vessünk egy pillantásra, hogy akkor tulajdonképpen miért is olyan veszélyes a török. Ha megnézzük a török terjeszkedés dinamikáját, ugye nincs rajta a teljes anyag, de a lényeg rajta van, hogy ez 1326-on vagyunk, ez Károly Róbert uralkodásának a korszaka, 26.000 négyzetkilométer. Ennyi a törököknek a területe, ez az oszmán törzsi államnak a szerződése. Ő, akit itt látunk, 1389, Zsigmond vetétársa, itt ez az állam már a magyar állammal egyenrangú területét tekintve, több mint 300.000 négyzetkilométer. Aki fontosabb nekünk, ő Mátyás kortársa, ő már 800.000 négyzetkilométer fölött opponál, azaz kétszer akkora, háromszor akkora a birodalma, mint Mátyásé. Innen azért érdemes visszagondolni, hogy azért nem kis teljesítmény volt Mátyástól, hogy ez a birodalom, ennek a birodalomnak a hadsereg következetesen elkerülte a fekete sereget, nem mert vele megütközni, mert hogy kikimes lett volna belőle. Egyébként Mátyás ugyanúgy is elkerült a másik oldalról. Ő már a mi hősünk első szerint, az ő uralkodásának idején 4.500.000 négyzetkilométerre növekszik a török birodalom, Mohács idejében ennyi, és ehhez 40 év alatt újabb 1.000.000 négyzetkilométer tud hozzátenni törvényhozó vagy Nagy Szulejmán, második Szulejmán, aki majd Szigetvár alatt fog meghalni 1566-ban. Na most, hogyha ezt összevetjük egy kicsit a magyar államnak a helyzetével, akkor itt látható az anzsúkori állapot, és itt látható a mohácsi időszaknak az állapota. Ezt azért szeretem idehozni, mert a YouTube tele van mindenféle előadásokkal, amik arról szólnak, hogy magyar királyság önerejében meg tudta volna védeni magát a törökkel szemben, ha ez történt volna. Nem vitatkozom velük, ezt szeretném mondani, csak szeretném a tényeket azért ide tárgni, elindítani. Ez, amit itt látunk, ez körülbelül egy 100.000 négyzetkilométeres magyar királyság, mert hogy a török hódoltság és Erdély leszakadásával ekkora maradt, ami fölött a Habsburg állam fog majd opponálni továbbiakban. Ez meg, ahogy mondom, egy 2.500.000 négyzetkilométeres állam, legkevesebb 15 millió lakossal, nem tudjuk pontosan, de legkevesebb 15 millió lakossal. Hát a magyar királyságnak pedig Mátyás korában legfeljebb 4 millió lakosa volt, de inkább 2,5. Ezt sem tudjuk pontosan. Ha most az erőviszonyokat nézzük 1526 körül, akkor ugye itt 1.500.000, itt 300.000, 10-12 millió ember, itt 3-4,5 millió ember, ugye ez a magyar királysága, ez az éves bevétele a török birodalomnak 4-5 millió forint, ez pedig 250.000 forint a Jagelló államnak a bevétele, évi bevétele, ez egyébként valószínűleg egy kicsivel több, most újabb kutatások folynak, majd meglátjuk, de hát az egészen biztos, hogy ha mondjuk egy kicsivel több, akkor sem lesz több 500.000 ember. Ebből 100-120.000 fős hadsereget tud, állandó hadsereget fegyverben tartani a török birodalom. Ez nem az ő hadserege, ez az állandó hadserege. Mert ugye emellett a török birodalomnak rengeteg olyan katonai alakulata van, akik nem reguláris alakulatok, de abból élnek, hogy követik a hadsereget és sok bajt okoznak a megtámadott területeknek. Ezt ha arányosítom, akkor a magyar hadseregnek 7500 főből kellene állni 1720-ból, ehelyett 30-40.000 fős a magyar hadsereg. Ezt pedig azért mondom, mert ugye az Anjou államról nagyon sok rosszat lehet mondani, hát ebben az összevetésben ez nem mutatkozik annyira rossznak.
ezt szeretném mondani. Ebből a bevételből, mint amilyen szokott lenni, mint hogy innen megtekintve a 25 ezer fős mohácsi haderő sem tekinthető lebecsületnek. Itt látjuk az Oszmán Birodalomnak a területet, ez körülbelül az 1520-as terület, amit itt látunk, és ott van a Magyar Királyság ezzel szemben. Hát azért itt már az a 320 ezer kilométer nem tűnik annyira mutatósnak, mint az előző térképen az Oszmán Birodalom nélkül. Hát kérem szépen, a Magyarországgal kapcsolatos török terveket nagyon korán megfogalmazták, második Mehmednek tulajdonítják azt a mondást még 1456-ból, amikor ő megérkezett a nándorfehérvári síkra, hogy megostromolja a nándorfehérvárt, akkor azt mondta volna egyik haditanácsol, hogy itt szeretnék reggelizni, Budán szeretnék ebédelni és Bécsben vacsorázni. Na most ugye ehhez képest ugye 70 évet kellett várni a reggelire, mert ugye akkor neki el kellett mennie, mint Nándorfehérvárról, mert csak 1525-ben sikerült hozni. Ahhoz képest, a 21-hez képest viszonylag gyorsan megvolt az ebéd, mert ugye 26-ban már ebédelhetett a török, a vacsorára viszont nem került sor, az valamilyen oknál fogva kimaradt. Akinek köszönhető volt az, hogy 70 év múlva mégiscsak eljutottak a törökök oda, hogy el tudták foglalni Nándorfehérvárt, az első szegény volt, illetve akinek köszönhető volt az, hogy utána Budát is bevették, az pedig Szulejna. Hát ők hát az étvágyuk óriási. Azt szeretném mondani, hogy mindhárman, főként Mehmed és Szulejmán meg voltak győződve arról, hogy nekik Istentől adott küldetésük az, hogy a török birodalom világbirodalom legyen. Szerintről ezt nem tudnám mondani, neki azt gondolom, hogy a meggyőződése az volt, hogy minél több területet kell szereznie. Tehát ő egyszerűsítette a dolgot, nem nagyon foglalkozott ideológiával. És ennek meg is próbáltak felelni mindketten teljes mértékben. Na most, ha megnézzük, hogy mi lett a következménye Szulejmán trónra kerülésének, akkor ez itt nagyon jól látszik. Ez ugye 1550 körüli állapotokat mutat, 50 év telt el azóta, hogy megnéztük az előző térképet, ez nem hosszú idő, ezt szeretnék mondani. Hát ez maradt Magyarországból. Ez a hozzávetőlegesen 100 000 nézőkérdőben. Ez a Magyar Királyság jelen pillanatban, és szeretném mondani, hogy úgy van, ahogy ide vagyunk írva, nem úgy, ahogy a mi történelmi atlaszunk volt, hogy a királyi Magyarországként szerepelt, ez a Magyar Királyság. Ez egy állam. Így, ahogy van. Magyar Királyság néven, erre majd röviden vissza fogunk térni, hogy miért kell önálló, nem önálló, miért kell államnak tekinteni. Nem önálló, de állam. Mellett az erdélyi fejedelemség, hát nincs sok esély. Ezt szeretném mondani, ugye, fölötte és mellette Moldvai Vajdaság, alatta a Vasörtődi Vajdaság, mind a kettő török vazalos állam. Úgy engedi át a török hadsereget, mint a húzat, úgy lép a török mellé, ahogy a török akarja. Nagy mozgás tere az erdélyi fejedelemségnek nincs, és harmadrészt azért nincs, mert közben pedig beékelődött a török hódoltság, erről majd lesz. Amitől szeretném viszont felhívni a figyelmet, 50 év telt el, és az az állam alakulott, amit Mátyás megálmodott, az létrejött. Csak nem úgy, ahogy Mátyás megálmodta. Ugye Sziléziát szerette volna, Csehországot, Morvaországot és Ausztriát. És ez most egy állam, Habsburg Ferdinánd uralja mindenki területet. Az a Habsburg Ferdinánd, aki a 20-as években került ide, a spanyol király udvarból, kiválóan beszélt franciául, németül, olaszul, latinul, de németül egy szót se tudott. Piszkosul haragudott a bátyára, 5. Károlyra, hogy miért zavarta őt ide a világ végére, B pont ide. Máshova is küldhette volna. Nagyon rühelték a németek, mert nem tudott németül. Iszonyatos konfliktusai voltak az ausztriai felső hatalmi körökkel, amit neki rendeznie kellett, és miközben ő ezzel foglalatoskodott, egyszer csak értesült arról 1526-ban, hogy a török elfoglalta Budát, és az ő testvére, nővére, a Mária királyné kétségbe esetleg menekül Budáról mindenhova. És akkor megnézte a Ferdinánd, hogy ez a Buda, ez nagyon közel van Bécshez. Baj van. Nagyon nagy baj van. Sokkal nagyobb baj van, mint az, hogy most az ausztriai rendek azok milyen hatalmat fognak birtokolni Ausztriában, vagy miért nem. A másik oldalban megnézzük, azt látjuk, hogy a Franciaországot körbe záró spanyol fogó nem gyengült, sőt, jelentős mértékben erősödött. Mohácsnál hatalmasat beszél. Az, hogy ehhez képest a hódoltság csak majd 20 évvel később jön létre, abszolút részletkérdés. Erre majd vissza fogunk térni a következőre. Semmi jelentősége nincs annak, hogy a törököt nem szállták meg Magyarország középső részét 1526-ban. Ellentmondások kora,
szokták is osztani rendkívüli módon a Mohácsot követő generációkat, felelőtlennek, önzőnek, harácsolónak, mindenfélenek el szokták őket mondani. Szeretném mondani, hogy egy olyan szituációba kerültek bele, ami Magyarországon 500 év óta ismeretlen volt, azaz soha nem volt ismert. Nevezetesen micsodán, Magyarországon előfordult az, hogy ellenséges hadak becsatlangoltak az ország belső területeire, és itt is töltöttek másfél évet. Ezek volt, nem egészen másfél évet, ugye ezek voltak a tatárok. De egyébként az, hogy ellenséges hadak megostromolják az ország fővárosát, végigdúlják a fővárosunkba vezető utat, utána átmennek a Dunatisza közére, és végigdúlják a Dunatisza közé, és a Magyar Királyság semmit nem tud tenni állampolgári védelme érdekében, ez abszolút szokatlan volt. Mint ahogy az is szokatlan volt, hogy a török elmegy 1526-ban, és ott állunk, és nem tudjuk, hogy mit élünk legyünk, mert se hadseregünk nincs, se királyunk nincs, se pénzünk nincs, se államigazgatásunk nincs, se egyházunk nincs, semmi nincs az égvilágon, ami egy állam működéséhez szükségeltetne, és itt van ez az 1.500.000 négyzetkilométeres birodalom mellettünk, amely ha megmozdít 50.000 embert, akkor nagy valószínűséggel hamarosan újra itt fog nálunk vasírozni. Mit élők legyen? Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Iszonyatos dilemma, amit ugye a Midén Lettél Magyarország kérdés formájában föl is tettek nagyon sokan, a 16. században, mint ahogy az is föltették, hogy mi lesz Erdély sorsa innentől kezdve, ami ugyan messze van. Ha most megnézzük a főúri törekvéseket, mert ugye Szabolcs János nem a főurak választják vagy királyát, de végül is az történt, amit a főurak akartak volt tenni, meg az történt, amit lehetett tenni. Ha megnézzük, akkor mi volt? Hát ami egy feudális nagybirtokosnak a célja. Meg kell védeni a meg ha már védi, akkor gyakorlatilag is kell a birtokait, mert hogy ez a vérében volt, mint egy csendesen érzelmű szerintem ez úgy ma is mindenkinek a vérében van, aki ebből él. De benne van a Magyarország védelmének a gondolata is, és annak a felismerése, hogy Magyarország önállóan többé nem tudja megvédeni magát, tehát szükségünk van segítségre. Mindenképpen. Kérdés az, hogy ki lesz a támogató, és milyen kiutat találhatunk, ami minket ebből a gondolat. Merre tovább? És nincs több választási lehetőség, csak kettő. Vagy Bécs felé, vagy Isztambul felé. Vagy kiegyezünk a törökkel valamilyen úton módon, csendesen jegyzem meg, illúzió, ezt Rákóczi mondja, nem én, tehát második Rákóczi Ferenc, vagy megpróbálunk Bécssel olyan kapcsolatot kiépíteni, ami Bécsnek is jó, tehát a Habsburg hercegségeknek is jó, meg nekünk is jó. Ez meg nem könnyű feladat. Nagyon nehéz, mindenképpen. Akármelyiket választjuk, mind a kettőnek nagyon-nagyon sok buktatója van. Hát a magyar főurak pályafutását megnézik Mohács után, az nagyon széles skála lesz. Egyrészt nagyon sok család fokozatosan eltűnik. Mohácsi csatában összesen két család halt ki, már úgy, hogy két olyan főúri nemzetség férfi tagja esett el a Mohácsi csatában, akinek nem volt fiú testvére és nem volt fiú gyereke. De a következő időszakban óriási cserélődés történt a magyar főúri garnitúrában. Egyebek között az olyan típusú karrierépítők miatt, mint amilyen Perényi Péter volt, aki koronaőr volt, de úgy gondolt, hogy ő lesz magyar király. És akkor ebből adódóan rengeteg intrikában ment vele, aminek az lett az eredménye, hogy a fiát Szulejmán szultán fogta el és vetette börtönbe, őt magát pedig Habsburg Ferdinánd. Ilyenek szétszámolgattak a korszakban, török bánit is. Egyébként ők jobban is megint. A következő, akit idehozott, ő Nádasdy Tamás. Nádasdy Tamásról is nagyon sok rosszat szoktak volt mondani, mert ugye Nádasdy Tamás Habsburg pártiként kezdi 26-ban a pályafutását, már a 26 utáni pályafutását, aztán lesz egy kicsit szapolyai párti, addig, amíg szapolyai a feleségét, Kanizsai Orsolyát nem tudja fiúsítani, mert hogy a kanizsai családban sincs fiú gyerek, és akkor az Orsolya fiúsítva van az övé az összes birtok, akkor gyorsan a Nádasdy feleségül is veszi Kanizsai Orsolyát, a Szabolyai János áldását adja rá, és rögtön visszaáll Ferdinándhoz ugye a birtokokkal együtt abban a pillanatban. Tehát lehet önzéssel vádolni nyugodtan. Ugyanakkor ő az egyik legkiválóbb hadvezér, és az első olyan magyar katona, aki 1523 után, 1556-ban újra legyőzi a törököt nyílt mezei övezetben. 23-tól 56-ig kellett várni, az összes nyílt mezei csatákat elveszítettük.
mindegyiket. És akkor ez a Nádasdy Tamás egy csatára megnyer. Ez nem Mohácsi szintű csata, de föláll csapatok ütköztek össze, egymások nem portja volt, nyer. Ő pedig a fia, a Nádasdy Ferenc, akit a törökök fekete békén ismernek a 15 éves háborúból. Na most azért sokat nem tudunk itt babázni velük, de azért két üzenetet hozzunk át vezetőt. Ugye Kerecsényi László, ő Gyulának a főkapitánya 1566-ban, két hónapig védelmezi Gyulát a török csapatokkal szemben, utána kénytelen feladni, a törökök elfogják Nándorfehérvárra, viszik és halálra kihúzzák, és ott 67-ben meghal. Az első Nádasdy Tamás üzenete Kanizsai Orsolyának, aki 1555-ben fiúgyermeknek életet adja a Ferenc, a táborból azt üzeni Kanizsai Orsolyának, hogy remélem Ferke jól van. Vigyétek a napba, napra, sokat nézzen a napba, mert nagyon sokat kell majd neki Lándzsa hegyére nézni, többet, mint szép asszony szemében. Mondja ezt Nádasdy Tamás. És így van. Mert ugye a 15 éves háború egyik legkülönösebb katonája az ő fia lesz, ez a Ferke, aki valóban többet nézte a Dárda hegyét, mint amennyi kellett. Ez a mondat, ez nagyon sokat elárul a Mohács utáni magyar főurak viselkedésről. Bármire képesek, egyre nem, a törökkel nem egyeznek. Bárkivel magyarral igen, némettel igen, de a törökkel nem. Akkor sem, ha belepusztulnak. Már elveszítettük három csatát, újra sarkantjuk balulat, és újra neki. Egyszer majd csak mellé áll a szerencs. A másik az Kerecsényi László, aki 1561-ben kapja meg Gyulát. És azt mondják Kerecsényi Lászlónak, hogy építsd Málunyát. Oly pusztába szállottam, mondja, mintha mezőn volnék. Ha tisztán mező volnék és népen volnák, inkább bízhatnék benne. Azt mondja, hogy praktikusabb lenne nem erre a várra támaszkodva védeni, hanem nyílt mezei csatával szembeszállni a törökkel, mert hogy ez a vár nem is semmi. Ez úgy igen nehéz megítíteni, hogy könnyebb volna akárhol mezőben új várat csinálni. Az Úristen látja, hozzákezdeni is rettenek. Na ehhez képest ez 61-ben van, ehhez képest 66-ban két hónapon keresztül kell a szultáni csapatoknak ostromolni ezt a várat, mert hogy Kerecsényi László ilyen nappal építi 5 éven keresztül, és vannak olyan hónapok, amikor 5000 munkás dolgozik az építményrendszeren. Honnan volt ehhez Kerecsényi Lászlónak energiája, és honnan volt ehhez Kerecsényi Lászlónak pénze? Hát ugye valamelyik királytól, Mohács utáni két király, Szapolyétól már nem, két király, két problémacsoport. Ugye akkor, amikor Szapolyét királyá választották, akkor ugye ott van, ezt így belevésték a fejünkbe, a nemzeti királyság eszméje, 1505-ös Rákosi végzés, hogy nekünk ezentúl csak, nem lesz idegen dinasztiában a királyunk. A történet az ennél egyszerű, Szapolyétnak van 10 000 katonája. Az országban meg nem nagyon van több katona, meg van nagyon jó összeköttetése a középbirtokos nemességgel, a középbirtokos nemesség Tokajon egy országgyűlésen megválasztja őt, az országgyűlést ő hívta össze, az ország Máron Szapolyai, az országgyűlést egyébként a nádornak kell összehívnia, tehát akkor ez egy nem legitim országgyűlés, ha ez nem egy legitim országgyűlés, akkor ez nem egy legitim királyválasztás. Ezzel együtt is elmennek Székesfehérvárra, és ott megkoronázzák. Ez a másik figura, ez Habsburg Ferdinánd, ő fiatalember, 20-22 éves, 26-ban, tehát nem ilyen idős, mint látunk. Habsburg Ferdinándot pedig ugyanez év decemberében a nádor hívására összeült jóval kisebb létszámú országgyűlés választja királyát. Az meg egy legitim országgyűlés, és ez egy legitim királyválasztás. Ennek különösebb jelentősége nincs. Az nagyobb jelentőség, hogy a két király nem tud egymással megegyezni, polgárháború lesz 27-ben. Hát 26-ban elment a török, csináltak egy kis polgárháború, amit ugye megnyert Ferdinánd, és innen jön ugye Szapolyainak a végzetes lépése, megkeresi 28-ban Szulejmánt, követek útját, és felajánlja Szulejmán szultának a szolgálatait, amit 1529-ben Szulejmán nem is fogad, szimbolikusan a Mohácsi csatamezőn felállított sátorban fogadja Szapolyai János hódolatát, és megígéri neki, hogy visszahelyezi őt birtokába. És innentől kezdve, hogy van Magyarországnak két királya, Ferdinánd nevű, aki a nyugati oldalt védi, a középső és keleti rész az Szapolyai Jánosé, de Szapolyai János már nem önálló, és az az országrész, amit ő ural, már nem önálló országrész, az már a török birodalom alávetett országa.
Amit itt látnak, ez egy török miniatúra 41-ből, ő itt Izabella királynő, itt János Zsigmond, ő Szapai fia, ez pedig Szulejmán, miközben a nagyságok elfoglalják Buda várát, ami ugye ennek a bizonyos szövetségkötésnek a természetes és logikus következménye volt. Na most nézzük meg, hogy azért mit gondoltak Szulejmánék, akik ugye tisztáztuk, hogy hol akarnak vacsorázni, Bécsben akarnak vacsorázni, tehát 1526-tól kezdve a török birodalomnak már nem Magyarország az elsődleges célpontja, hanem az elsődleges célpontja Bécs. 1529-ben teszik meg az első próbálkozást erre, 1532-ben a másodikat. Egyik nagyobb fiaskó, mint a másik. Részletekben nem menjünk bele. Az tudatosodott ennek két sikertelen hadjáratban Szulejmánban, hogy sem Magyarországot nem tudja elfoglalni egy csapásra, sem Bécset nem tudja elfoglalni egy csapásra, hosszú, tartós berendezkedés következik. És ezek a háborúk, amiket itt látunk, ez jó néhány hadjárat, ezek a háborúk ennek a berendezkedésnek a megteremtését szolgálják, nagy lendülettel, hogy aminek a lényege az, hogy próbálja kitolni a török birodalom két irányba a hódoltságot, Erdély irányába, hogy megakadályozza a magyar királyság és Erdély egyesítését, illetve a magyar királyság nyugati területeknek irányába, hogy minél közelebb kerüljön Bécshez, az állított célponthoz. Ja igen, mondtam, hogy a nagyon fontos a csalódottság. A törökök csalódottak. Egyrészt azért, hogy nem tudták elfoglalni lendületből, 100 év múlva még csalódottabbak lesznek, mert úgy kell nekik elmenniük innen, hogy nem csak lendületben nem tudták elfoglalni, hanem soha és sehogy nem tudták elfoglalni ezt a 100 000 négyzetkilométernyi területet, pontosabban ennek a nagy részét. A csalódottságunknak a másik oka az volt, hogy állandóan bombázták a magyar főurakat mindenféle ajánlatokkal. És ők megszokták azt, hogy a világ minden táján az ő ajánlataikat általában el szokták fogadni. A Nádasdy Tamás, akit az imént említettünk, és a Nádasdy Ferenc is megkapta a fia is ugyanazt az ajánlatot két generációban. Mind a két úgy indult, hogy a török indított egy nagy hadjáratot, és a Nádasdy birtokok útban voltak, meg hát a Nádasdy hadseregek, magánhadseregek is útban voltak, és megüzenték neki, nem a szultán, hanem a hadjárat vezető Bernerbék, hogy figyelj Nádasdy, állját hozzánk, népeddel együtt, ugye ez fontos, és én téged megteszek Csehország. Mind a kettő megkapta ezt a kéretet. Hát, hogy miért gondolták ők, hogy a Bécsig se jutottak el rendesen, hogy Csehországot odaadhatják, ez a török nagyvonalúság van benne. De ami nagyon fontos, hogy ez a Balkánon ült, és bizony a fejedelmi főurak átálltak hozzá. A Nádasdyék meg nem. Ez volt a csalódás egyik oka. Tele van panasszal a török helyi hatóság, hogy ezek nem állnak át. Bármit kínálnak nekik, nem. Leülnek velünk tárgyalni időnként, de az nekünk rosszabb, mert állandóan hátsó szándékuk van. Mondjuk például, mi tárgyalunk, addig kifosztják a várost a hátunkat. Nem lehet megegyezni. Ha meg visszavágnak, akkor az meg csörögte rettenetesen. A csalódottságunknak a következő nagyon fontos oka az pedig az volt, hogy hiába vannak itt évtizedek, a magyar lakosság sem fogadja őket. Nagyon-nagyon kevés van a magyarok közül, aki hajlandó áttérni Mohamedán hétre, átveszi a török szokásokat, és így tovább, és így tovább. Nem haladunk, be vagyunk zárva a saját végvárainkban, mondjuk a törökök. Nézzük a magyar királyság válaszát. Viszonylag rövid idő alatt kialakul egy végvárvonal. Ez a fekete, ez a magyar király végvárvonal. Irdatlan munka és pénz van benne, tehát rengeteg munka, és amint látják, a törökök is berendezkednek, ők is képítik a sajátjukat, pontosabban szóval nekik nem kell képíteni, ők elfoglalják, aztán újjáépítik azt, amit a magyarok szereztek. Létrehozunk két főkapitányságot, óriási konfliktus a birodalomi vezetés és a magyar között, hogy ki fogja irányítani a főkapitányságokat. Osztrák által megbízottak, vagy magyar főkapitányok fogják irányítani. Magyar érdekeket, vagy osztrák érdekeket fognak szolgálni. Nagyon jól működnek, de rengeteg konfliktus forrás van benne, és így megy egy hadügyi reform Magyarországon, itt Érsekújvár várát látják, ez egy európai minőségben megépített korszerű építmény. Honnan van ehhez pénz? Hát egyrészt a magyar főurak áldozataiból van hozzá pénz, másrészt pedig a Habsburg birodalomból és a német-római császárságtól, mert Habsburg Ferdinánd az 1550-es évek közepétől már német-római császár is, és ezért azokkal az erős forrásokkal is foglalkozik. A Habsburg állam támogatásán nélkül ezeket a korszerűsítéseket a magyar állam nem tudná elvégezni. Ezt nagyon fontos világosan látni, mert ugye abból a 100 000 négyzetkilométernyi területből és 2 millió lakosból nem lehet
annyi erőt előteremteni, amely egy ilyen méretű várrendszer kiépítéséhez elegendő lenne, enélkül a várrendszer nélkül pedig Magyarország tarthatatlan. Együtt vagy különít akkor Erdély és Magyarország. Ugye akkor, amikor Szulejmán elfoglalja Budát, úgy dönt, hogy akkor Erdélyt leszakítja Magyarországról, és ugye Izabella és János Zsigmond megkapják Erdélyt, elkezdődik az erdélyi fejedelemség kiépítése. Van ennek hagyománya régről, Szapolyai öröksége és erdélyi öröksége, ugye ő erdélyi vajdaként éli meg a Mohácsi csatát. A töröktől való függőségnek viszont iszonyatos árnyoldalai vannak, és nem az adóra kell gondolni elsősorban, amit fizetni kell a töröknek, hanem azt, hogy a török mindenféle külpolitikai lépésben döntően határozza meg Erdélynek a mozgásterét. Ezt látni fogjuk majd, hogy a Rákóczi családot ezt miért fogja építeni. Gyakorlatilag azok, akik nyílbe ütik a erdélyi török bazalus államát, Izabella és Fráter György, ők az elsők, akik megpróbálják egyesíteni Magyar Királyságot Erdélyhez. 1547 és 1551 között történik, mert ugye Fráter György, Martinus György másnéven rájön arra, hogy borzasztó veszélyes Magyarországra nézve Erdély különállása, sokkal jobb lenne, ha a Magyar Királyság és Erdély egyesülne Habsburg fennhatóság alatt, és harapó fogóba tudná szorítani a hódoltsági török várat. Ez az első kísérlet. 1551-ben jön a második ugyanebből a pillanatból. A 15 éves háború után a harmadik egyesítési kísérlete Erdélynek és Magyarországnak. A Bocskai felkelés követi ezt, majd követi Bethlen Gábor és Rákóczi György 30 éves háborúba való csatlakozása. És jön az utolsó, nagyon fontos kísérlet, második Rákóczi György és Zrínyi Miklós, ez már az 1660-as évek, amikor Zrínyi Miklós kifejti azt a politikai koncepcióját, hogy második Rákóczi György erdélyi fejedelem hatalmára építve kéne a Magyar Királyságot helyrehozni, és a Magyar Királyság képes lenne a törököt kiűzni Magyarországról. Ugye ebben a gondolatban benne van már Zrínynek az a csalódottság, hogy a Habsburgok nem fordítanak kellő erőt a hódoltsági területek visszaszerzésére. Mondom, ez az 1660-as évek eleme már. És jön Tököri Imre, erre még vissza fogunk térni, ez egy sajátos szereplő lesz a dolognak. Itt az történik, ugye, hogy Martinus György, Fráter Györgyben nem bíziknek Habsburg Ferdinándnak az ő követei, 8000 katonát küld Habsburg Ferdinánd arra, hogy szállja meg Erdélyt. Most tessék elképzelni, a, mondjuk egy 40 000-es török hadsereggel szemben a 8000 német katona mit ér. Nyilván Fráter György mit gondol? Azt gondolja, hogy becsapta őt Ferdinánd, megküldi az adót a töröknek, Ferdinánd azt mondja, hogy ezt csapdába csalta a katonáimat, és parancsot ad a csapat egy főparancsnoknak, gyilkoljanak Fráter Györgyöt, meg is tesznek. Hát nem nagy dicsőség ez Ferdinánd. Szeretném mondani, de az első kísérlet ezzel véget ér. Nézzük meg a 15 éves háborút, erről majd még szól egy pár szót. Ez, amit itt látunk, ez mutatja a 15 éves háború legfontosabb frontvonalát, és az a dolognak az érdekessége, hogy ez Magyarország legértékesebb része, ahol ez a háború zajlik. És ugye a 15 éves háborúra azt kell tudni, hogy a 15 éves háborúban szultáni hadak vesznek részt, ez ugye 20-30 ezer katonát jelent, és ezenek a 20-30 ezer katonának az itt eltetése is a háborúnak a része éveken keresztül. Ez iszonyatos terhet jelent, már csak azért is, mert a másik oldalról is van 20 ezer főnyi katonasság, amelyik ezt ellensúlyozza. Tehát ezeknek a területeknek időnként 40-50 ezer katona ellátását kell biztosítania, akár akarja, akár nem. Nem kérdezik tőle, hogyha szükség van az ökörre, hogy adott vagy nem. Viszik, aztán készen. Ehhez társul még egy nagyon fontos dolog, ezeknek a megyéknek, amiket itt látunk, a település szervezete felkomlik. Van olyan megye, ahol a települések 70%-a elnéptelenik, és a lakosság 70%-a vagy elmenekül, vagy elpusztul. Az korábbi éveket azok iszonyatosak lehettek, de azokat a magyarság 5-10 év alatt kiheverte. Na, ezt a 15 évet ezt nem tudta kiheverni. Ez olyan pusztítást itt végre, ami az legalább 40-50 háború mentesét kellett volna, hogy a regenerálódás megtörténjen. Nagyon fontos tudni, hogy ez az a pillanat, amikor a Habsburg Birodalom olyan szövetségi rendszert tud létrehozni, ami kis híján sikeres lesz. Belép Havas-Alföld és Moldva háborúba, belép Erdély a keresztény fejedelmek oldalán,
és nagyon jelentős sikereik vannak, a szövetség azonban szétesik, és ahogy a szövetség szétesett, úgy az esélyek is elvesztek arra, hogy megfordítsuk a háború menetét. Erdély rettenetes csapás sorozat érje a török részéről, és ez a magyarázata annak, hogy az erdélyi török párti főurak egy része szembefordul a fejedelemmel, és szembefordul a szövetséggel is, nevezetesen Bocskai Istvánról van szó, és amit önök a bocskai szabadságharcként tanultak, az tulajdonképpen nem más, mint az erdélyi török párti főuraknak a lázadása, azért, hogy a török oldalára visszaállva, konszenzus teremtve ki tudják vonatni, nem szorítani, vonatni a török katonai parancsnokságokkal a török csapatokat Erdélyből. És ez sikerül is nekik, amit itt látnak, az a megítélésem szerint ez egy szép kis polgárháború menteni szabadságharc, mert a protestáns erdélyiek és a katolikusok magyarok között zajlik zömmel. A következő, ugye ez már a 30 éves háborúba bekapcsolódó Bethlen Gábor által stabilizált erdélyi fejedelemségnek a hadjáratait mutatja, megint csak a Magyar Királyság területére szorítkoznak, kicsit Morva országra, kicsit Cseh országra ezek a hadjáratok, és megint ugyanazokat a területeket sújtják, amiket sújtott döntően a 15 éves háború is pár évvel korábban. Most 10 évvel vagyunk a 15 éves háború befejezése után, nem sok időt telt el. Ugyanakkor ezeknek a hadjáratoknak van egy nagyon fontos pozitív hozadéka Erdélyre is, meg Magyar Királyságra nézést is. Erdélyre az, hogy ezeket a területeket meg tudja szerezni első Rákóczi György is és előtte Bethlen Gábor is. A Magyar Királyságra vonatkozóan pedig az, hogy a magyarországi rendek nagyon jól fel tudják használni az erdélyi fejedelemség támadását a saját pozícióik megerősítésére. Magyarán a Magyar Királyság különleges státuszát a Habsburg Birodalom belül éppen ezeknek a háborúknak köszönhetjük, amely egyébként nagyon jelentős mértékben hozzájárultak a 15 éves háború pusztításához. De mi is ez a bizonyos különleges státusz? A különleges státusz az a következő. Ez a Habsburg monarchia közös ügyeket intéző rész. Ha megnézik, ebben semmit nem találnak, ami Csehországra vonatkozna, semmit nem találnak, ami külön Krajnára vonatkozna, semmit, ami Morva országra van, Sziléziára. Miről van szó, egy központi irányítási rendszerről van szó. A másik oldalon ez a magyar államigazgatás. A magyar államigazgatásnak megvan a belső szuverenitása, rendi intézmények vannak, országos bíróságok, magyar bíróságok. Van nádor helytartó országbíró személynök, neki megvan az apparátusa. Kerületi főkapitányok magyarok, és megvan a diéta, az az országgyűlés, az most más kérdés, hogy az uralkodának a hatásköre az nő-e tekintetben, de működik. Magyarán a birodalmon belül van egy sajátos magyar állapot, ami jóval nagyobb politikai mozgásteret biztosít a magyar uralkodó rendeknek, mint a birodalmon belül bárhol. Ez az a bizonyos sajátos állapot, amit nagyon véd a magyar arisztokrácia, és aminek a védelméhez el tudta használni Bethlen Gábor és első Rákóczi György hadjáratait is. Hát tünékeny aranykor volt Bethlen Gábor és első Rákóczi György uralkodásának időszaka. Ugye a 15 éves háború következményeit már megnéztük, tisztáztuk, hogy inkább polgárháború, mint egyéb lenne. Ugye bekapcsolódik a 30 éves háborúban mind a két erdélyi fejedelem, mert török szempontból ez jó volt, ugyanis 30 éves háború a Habsburgban gyengítette. Amikor azonban második Rákóczi György, rá már utaltam Zrínyi kapcsán, ugye van egy koncepciónk arról, hogy esetleg második Rákóczi György lehetne az, akinek a hatalmára építve a törököt össze tudjuk robbantani, kísérletet tesz arra, hogy a hatalmát kitágítsa török engedély nélkül. Hódoltatja Havasalföldet, Moldvát után a Havasalföldet, 1657-ben pedig svéd szövetségben kísérletet tesz a lengyel trón megszerzésére. És akkor itt jönne Zrínyi, hogy utána a magyar trón is, akkor van egy lengyel, egy moldvai, havasalföldi és magyar királyság szövetség, ami talán elegendő ahhoz, hogy lépjünk egyet, ezt már nem tűri a török, iszonyatos büntető hadjárattal sújtja végig Erdélyt, és ennek a büntető hadjáratnak a során az egyébként Lengyelországban seregét elveszítő második Rákóczi György is halálos sebet kap és meghal. És ugye ő második Rákóczi Ferenc nagyapja, aki török ellen vívott harcban veszíti az életét. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapít második Rákóczi Ferenc gondolkodásának megértéséhez.
Az is nagyon fontos, hogy ebből az erdélyi háborúból, ebből az 1560-as, 50-es évek végén kiderült háborúból egy újabb nagy háború fog kinőni. Ennek két epizód, ez ugye 58-tól 64-ig tart ez a háborúsorok, ez minden évben háború. Tehát ez nem azt jelenti, hogy volt egy 58-ban, hanem 64-ben, ez minden évben háború, és minden évben szultáni csapatok újra Magyarországot. Két epizódját ismerik, az egyiket tettem itt föl, ez az Eszéki híd felégetése, ami ugye Zrínyi Miklósnak köszönhető. A másik az pedig a Szent Gotthárdi csata. A térképet megnézzük, akkor látjuk, hogy ennél sokkal több történt ebben a háború sorozatban, de mi is maradjunk a Szent Gotthárdi csatán, mert az 1664-es Szent Gotthárdi csata, amelynek megnyerése után következik a vasvári béke, és az nagyon fontos, hogy itt van egy hasadás a magyar uralkodó osztály és a uralkodók között, egy akkora hasadás, ami nem orvosolható, nem hozható helyre egész a Rákóczi szabadságharc végéig, és az sem biztos, hogy utána helyre hozható. Nevezetesen miről van szó? Arról van szó, amit Zrínyi már hosszú-hosszú ideje szorgalmaz, ugye a legfontosabb írás eltekint a török méreg elleni orvosság, a török áfium elleni orvosság, nem ajánlom senkinek, hogy elolvasom, mert iszonyatos tekervényes nyelven megírt műről van szó, de dolognak a lényeg a török áfium elleni orvosság, hogy Zrínyi az ellen tiltakozik, hogy megegyezzünk a törökkel. A török áfium az a török csábításnak való engedés. Ez a török áfium. És ez ellen való orvosság a Nemzeti Királyságnak az ideális Zrínyi írt. 1664-ben a Szent Gotthárdi csata után a magyar uralkodó osztály legjobb az álláspontját. Tehát nem egy áruló álláspont ez, nem arról van szó, hogy a magyarokat ők nem akarják támogatni, azt akarják, hogy ezen a fronton legyen béke, mert a másik a háborúban. Ezt a magyar főurak nem hajlandóak elfogadni. Csendesen jegyzem meg, hogy ez érthető. Itt Bécs megint csúnyán elszámította magát, hasonlóan súlyos hibát követett el, mint Habsburg Ferdinánd követett el, amikor meginkoltatta Martinci György barátot. Nézzük a csalódásnak az, ez ugye a vasvári béke volt, megmagyarázhatatlan volt a magyar politikai vezetés számára. Zrínyi álláspontja körülhozódik, de nem lesz egyértelmű, mert ő pár hónappal később meghal. Zrínyi álláspontja kell keresni más szövetségest. És ugye a török áfium ellen való orvosságot megírt, a török nem lehet, a más szövetséges akkor valami európai lehet, valaki, aki a Habsburgoknak nem barátja. És tehát itt van az a szakadás, amitől kezdve a viszony Bécssel elmérgesedik és ellenségesre fordul. Súlyosan ellenségesre fordul. Főúri összeesküvés, ez ugye a Wesselényi féle összeesküvés lesz, 10 évvel Zrínyi halála után, ez pedig egy másik fordulatot vesz a Wesselényi összeesküvés. Mert ugye azt mondja a Wesselényi összeesküvés, hogy a franciákkal nem tudunk szövetségbe lépni, nem maradt más számukra, ők is a törököt keresik meg, és felajánlanak egy lehetőséget a töröknek, hogy létrehozunk egy magyar királyságot, ami vazalos királyság lesz, török vazalos királyság lesz. És ez egyébként egy teljesen körvonalazatlan próbálkozás volt, de Bécs válasz az kegyetlen lesz, ugye az összeesküvéket letartóztatják, egy részüket lefejezik, másrészt nagyon nehéz helyzetbe kerül. És innentől kezdve se szeg, se számol a sérelmet meg mindkét oldalon. Tehát Bécs is gyűjti a magas érelmeit, meg a magyar főúri réteg is gyűjti a magas érelmeit. És ugye eddig sem volt jó a kommunikáció, ezt szeretném mondani, hogy működtünk együtt, de nem volt jó a kommunikáció, innentől kezdve pedig süket egy párbeszédet. Ugye azt mondta, hogy te mit csináltál. És ami a legrosszabb, ugye ez a bizalmatlanság kora, és a legrosszabb az, hogy így fogunk belefutni egy újabb 15 éves háborúba. Mert hogy közeledik ez az újabb 15 éves háború. Pici intermezzo előtte Tököli Imre, aki a sok-sok üstökös csillag egyike a korabeli magyar történelemben,
ugye tököli a második generációja családjának, de már gróf, tehát a nemességben, és ugye ő lesz az, aki összefogja azokat a katona elemeket, amelyek a Habsburgokkal nincsenek Mágyarországban. Ugye ők a kurucnak, összefoglaló néven kurucnak hívott, nagyon összetett társaság. Jellemző sajátosságuk az, hogy fegyverforgatáshoz értenek, máshoz nem nagyon. Jellemző sajátosságuk az, hogy kevésbé katolikusok, inkább protestánsok, zömmel evangélikusok, de reformátusok is vannak közöttük. Jellemző sajátosságuk az, hogy az erőszakos Habsburg katolizálásra ők is erőszakkal kívánnak válaszolni. És jellemző sajátosságuk az, hogy vezét keresnek maguknak, és Tököl Imrében megtalálják. Nagyon jó szervező, nagyon jó katona, nagyon megnyerő modorú ember Tököl Imre elszámította magát. Ugye 1682-ben jön létre Tököli fejedelemség, ez a felvidéki fejedelemség, törökök hagyják jóvá, tehát most már két vazallus fejedelemség van, van itt egy, és van itt is egy, és szeretném mondani, hogy Magyarország négy része szakadt. Eddig csak háromra volt, most már négy részre, mert hogy Tököl Imre a magyar királyságból szakítja ki a maga fejedelemségét. És úgy dönt 82-ben, hogy minden áron török orientációt fog követni, és megírja a szultánnak, hogyha a magyar királyát tenni a szultánnak, hogy ezt elfogadná. Ez Bethlen Gáborra utal vissza, mert Bethlen Gábornak, meg Bocskainak is felajánlja a török szultán, hogy legyen ő a magyar király, de Bethlen Gábornak minden is hozzá is teszi, de akkor nem leszel Erdély feltelen. Legyél magyar király, de ne legyél Erdély, mert hogy nem egyesülhet a kettő. És Bethlen Gábor visszautasítja. Tököl Imre megüzeni, hogy ha szeretné a szultánt, akkor ő szívesen menne át magyar király. Következő évben 83, Bécs ostroma, és megkezdődik a felszabadító háborúkon. Nagyon elszámította magát Tököl Imre. De szeretném mondani, azért mi itt ülünk mindannyian, ha valaki 1979-ben azt mondja, itt Magyarországon, 15 év múlva nem lesznek orosz csapatok Magyarországon, azt normálisnak gondolta volna valaki. És szeretném mondani, na ekkorát tévedett ő is. Tehát időben. Ekkorát tévedett. Ez nagyon súlyos tévedés volt, súlyos következménye lett Magyarország, de szeretném mondani, hogy ha egy kicsit belehelyezkedünk a saját helyzetében, akkor azért érthető lesz maga a tévedés. Ő felfelé akarta tolni magát, és ő azt gondolta, hogy ha övé a magyar királyság, akkor a magyarságnak az élete jó lesz. Nem fog a töröktől független lenni, ez biztos, de függetlenül fog a Habsburgoktól, és az már találja. És akkor itt jön az ő hibája, újabb 15 év háború. Nem tudom, hogy számolták-e, hogy hányadiknál tartunk, már háborús évnél. Újabb 15 év háború, két szakasza van, az első 88-ig tart, a másik pedig 88-tól 99-ig. Ezek a felszabadító háborúk. Néhány dolog róla. Ugye ez az első szakasz, ez egy 88-ig tartó szakasz, ugye itt kezdődik 83-ban Bécs mellett, és látjuk, hogy megint a magyar területek, és főként a középső és centrális területek a hadműveleti szintere. Azaz az ország legértékesebb része, amelyet immáron 150 éve egyik háború pusztít a másik után, és most már nincs meg az a 20-30 évi regenerációs időszak sem, ami lehetővé tenni azt, hogy összeszedjük magunkat gazdasági, kulturálisan bárhol. Majd visszatérünk még egy-két dologra ebből, de most már csak nagyon röviden. Ez a háborúnak a második szakasza, hát ez egy egészen más helyzet, amit tetszenek látni, ugye, és a hadszíntér, az mélyen bent van a Balkánon, illetve a Magyarország déli területein, de döntően török által megszállt, hosszú ideje, száz éve török által birtokolt területeket. Ilyen mélyen utoljára Hunyadi János csapatai jártak török területen. Hunyadi János csapatai jártak. 1448-ban. És most is több mint 200 év kellett ahhoz, több mint 200 év, hogy létrejön egy közép-európai struktúra, amely ezt az iszonyatos erejű török birodalmat vissza tudta szorítani. Több mint 200 évre volt szükség. A legfontosabb ütközeteket itt láthatják, ezekre még visszatérnek más összetűkésben és más utakolatban. Néhány adalék a felszabadító háborúban.
Először is az első fontos dolog, hogy a felszabadítói háborúkra nagyon büszkék Angliában, Franciaországban is a történetben, semmi közük nem volt hozzá, szeretném mondani, ez egy közép-európai siker. Lengyel, cseh, német, osztrák és magyar. Ez meg azért fontos hangsúlyozni, mert az osztrákok azok nem tudják, hogy a magyarok jelentős szerepet játszottak a felszabadítói háborúban. De a német központban tanítottam, és kint voltunk Baden-Württembergben, és ott egy vágó vezetett bennük az idegenvezető, és mondhatja, hogy itt ez a Bátor Lajos, ez nagyon jó fickó volt, ez a török Lajosnak, és hívják meg mindent, és mondom neked, tudom, ott volt Buda-Ostrománál. Honnan tudja? Hát mondom, magyar. És mondom, egy kicsit érint a dolog. Hát hogyan? Hát mondom, hát a mi fővárosunk. Hát úgy érint. Hát és, de maguk nem voltak ott akkor. Hát mondom, azért ez nem egészen így van, ahogy önök gondolják. Egy kicsit ott voltunk, csak másképp. Hadászati fölény, óriási hadászati fölényben vannak a keresztény seregek a törökkel szemben, és ez a 17. századi hadászati forradalmaknak köszönhető. Aminek egyik elemét láttuk Érsekújvárnál, az az erődrendszer építési forradalom volt, ami Magyarországon is átment a hadászati forradalmakból. A következő adalánk a kérdés. Hát kérem szépen, először is magyarok 10 000-en vettek részt a felszabadító háborúban. Ez egy fontos tényező. Bercsényi Miklós, aki Rákóczi legfontosabb munkatársa lesz a későbbiekben, Vak Bottyám, aki Rákóczi egyik leghíresebb generálisa lesz, Petneházi Dávid, aki elsőként hatolt át a budai várfalakon, Buda-Ostrománál, és mögöttük sok ezer magyar katona. De önálló magyar hadsereg nincs. Ez viszont fontos tudni. Tehát ezek a magyar katonák, ezek betagozódnak valamely hadsereg katonáiként dolgoznak, magyar parancsnokok irányítják őket, de önálló hadseregként nincs, mert hogy az önálló magyar hadsereg az tökölié volt, és az 1683-ban megsemmisült gyakorlatilag a Bécs ostrománál, aztán pedig, amikor Tököli hatalma lenyakott, a katonai szépen átszivárogtak ezekbe a csapatokba, és részt vettek a felszabadító háborúba. A háborús terhelés költségek nagy részét az viszont Magyarország által, mert hogy mindig az a terület látja el a hadsereget, ahol a háború folyik. Ez pedig vitathatatlan tény. A bécsi udvar és a magyar társadalom kapcsolatai már a felszabadító háború előtt sem voltak jók. Most pedig tovább romlanak, katasztrofálisan romlanak tovább. Erről majd a következő adásba visszatérünk, mert ez már Rákóczinak a sérelmeit is tartalmazza jelentős mértékben. És még egy nagyon fontos dolog, említettem, a francia és a habsburg kapcsolatok egyre rosszabbak. A pápának sikerül elérnie 1684-ben, hogy a franciák elfüggesztik a habsburgokat. Az éppen aktuális háborút, ahogy a Bucskeszed és Sundance könyvben van, melyik háború van ez akkor, és láttam, melyik éppen most van. Tehát ők azt függesztették fel, ami éppen most volt, és amikor 14. Lajos látta azt, hogy alig fél évtized alatt a Habsburg vezette nemzetközi haderő visszaszerzi a történelmi Magyarországot, akkor hirtelen eszébe jutott, hogy a meghalt falci választó fejedelemnek rokona, és neki az kell az atól. És kirobban a falci örökösödési háború, aminek semmi más célja nincs francia részről, mint az, hogy hátba kell támadni a Habsburgokat, hogy nehogy már még a Balkánt is megszerezzék itt az én nyakamban, mondja 14. Lajos. Magyarán 2 évvel Buda elfoglalása után a franciák nyitnak egy frontot a törökök kézésével foglalatosodó Habsburgok hátába, ami innentől kezdve csoda, hogy egyáltalán a Habsburgok a háborút 99-ig tovább tudták vinni a karlócai békéig, mert hogy innentől kezdve 3-4 fronton kellett hadakozniuk egyszerre. És ez nem először fordul elő velük 1526 óta. Ez egy korabeli kép Buda-Ostrománról. Még egy adat. Amit itt látnak, ezek az ágyúállások, amelyet a Budát lövik, ez egy sáncrendszer, ami körülveszi a budai várat, és egyre közelebb tolják ezt a sáncrendszert, és egyre közelebb viszik azokat az ágyúkat, amelyek borzalmas pusztítást tudnak vinni, minél közelebb adnál jobbat. Szeretném mondani, hogy az 1521 óta tartó háború sorozat következtében a magyar királyság egy ilyen ostromnak a technikai feltételeit nem tudja biztosítani. Ez be kell látnunk magyarokként, hogy ehhez nekünk semmiféle dolog nem állt rendelkezésünkre.
majd mindjárt látni fogjuk a veszteségeket, emberünk se áll rendelkezésre. Magyarán nemzetközi segítség nélkül Magyarország a 17. század végén még felszabadíthatatlan lett volna. Ezt világosan kell látni. És akkor jön egy utolsó adalék, amit itt összegyűjtöttem, ezek a felszabadító háború veszteségek. Itt csak a legnagyobb ütközetek becsült veszteségeit látják, tehát ez nem a háborús veszteségeket, csak a legnagyobb ütközeteket. Ugye ez a Kálembergi csata 1683-ban Bécs előterében folyik, ennek az oldalcsatát során terik meg Tököli Imrét rettenetesen. Itt 15 ezer, én mindig a becsült középértéket hoztam, ugye mindig úgy van, hogy van egy maximális veszteség, egy minimális veszteség, és én a közterületi értéket hozom. 15 ezer oszmán katona pusztult el, és 2 ezer keresztény. Az üldözés során Párkánynál érik utol a török csapatokat, Esztergommal szemben. Itt új, van egy októl, ez egy háromnapos csapat, de én csak az első napján írom el. 10 ezer oszmán katona, 7 ezer keresztény esik el. 84-ben megpróbálják lendületből bevenni Budát a keresztény csapatok. 10 ezer török és 25 ezer keresztény pusztul el ostromnál. 86-ban 15 ezer oszmán és 45 ezer keresztény katona pusztul el ostrom során. 45 ezer. Ha megnézik, azt látják, hogy óriási ennek a két ostromnak a következtében a keresztény hadak hátránya emberveszteség tekintetében. És azt is látják, hogy Buda fordulópont volt. 87 nagyharsány, 10 ezer 2500-al szemben, Szalánkemén 25.000-7.000-rel szemben is Zent, ami megbecsételte a háború sorsát, 25.000 török és 1.000 keresztény katona pusztul el a csatában. Ugye ez az az időszak, amikor a hadászati fölény rendkívül módon érvényesül, de szeretném mondani, hogy ezzel együtt is a török évről évre képes egy 40-50.000 főnyi hadsereget küldeni a magyar frontvonalra. Az a 2-2,5 millió magyar, aki a magyarság területén volt, ezzel a nyomással nem tudott volna mit kezdeni. Ezért volt szükség. A végső veszteségek 110 ezer és 90 ezer, tehát amikor Karlócánál megkötik a békét, nagyon kiegyenlített a dolog veszteségek tekintetében, de nyereség tekintetében már nagyon nagy a fölénye az Egyesült Közép-Európai Keresztény hadseregnek. És akkor itt tulajdonképpen a végére értünk. Erre vágyott Nádasdítól kezdve Zrínyi Miklós mindenki a Magyar Királyságban, hogy a török takarodjék innen. Ez megtörtént. De milyen állapotban van Magyarország? És ugye ez a kuruczdal, ami minden valószínűség szerint egy 87-es eredetű, 1687-es eredetű dal, ez nagyon jól mutatja azt, hogy a magyarság hogy látta önmagát ebben a pillanatban. Nincs bennük az az öröm, amit gondoltunk volna, de nincs is rá ok. Mert hogy látja magát? Végső romlásra jutott Magyarország. Nyomorúságban van, veszedelmünk van, az nagy kegyetlensége, egymás ellen való méltatlan irigység, tehát önmagában látja a belesírő magyarságban a hibát, sírván, azt pokol, jajban, patak, jajszóval itt minden utcáról, ez a 87-es hegyaljai felkelésre utal, amiről legközelebb lesz majd szó, Rákóczi ott van a hegyaljában, zajlik, mint Jeruzsálemet úgy elpusztítanának mindenestől fogva fegyverrel hányának, kisiratja urát, kijajgatja társát, ki apját, ki anyját, szánja szép magyarzát, gyászba öltözöttek már szomszédvárosok, tanuljanak rólunk ártatlanokat. Felszabadult az ország a török uralomban, és itt maradt egy óriási romhalmaz, óriási pusztulás, ami vonatkozik úgy az emberek lelkére, erkölcsi állapotára, gazdasági, kulturális állapotára, mint a politikai struktúrákra. És ebben az állapotban, ebben a helyzetben érkezik majd 1703-ban Rákóczi Ferenc, és mondják meg, hogy csinálj már valamit. Hát, és akkor ilyenkor szoktam körbenézni, hogy hát de mit? És akkor ezt majd legközelebb tudjuk meg, hogyha ezt még kell kerülni. Köszönöm szépen! Szeretnék kérdezni valamit.
A következő. Ugye más államok megegyeztek úgy, ahogy a törökkel. Még a történelmi mese elejére térek vissza. A magyar főurak nem. Ennek mi volt az oka, mert én nem tudom magamtól ezt, de gondolok olyasmire, hogy lehetett a keresztény hitük, netán, hogy a stabilabb volt, mint a környező országoké, és lehetett esetleg a Mátyási korábbi gazdag és szép ország történelmi emléke. Igen, ennek biztos, hogy több oka van. A következő mondja, a legújabb szakirodalmat idézem, jó? Eltekintetem. Az egyik és legfontosabb oka az, hogy a Magyar Királyság társadalma, kultúrája mélyen a nyugati kereszténység ágyazat volt, míg a balkáni országoké az bizánci volt, és Bizánc összeomlott. És azzal, hogy Bizánc összeomlott, azzal összeomlott az a keresztény kultúrkör is, aminek ők részét képezték. A következő nagyon fontos dolog, ami a magyar főurakat elmondja, az pont ez a hagyomány, a hunyadiak hagyománya elsősorban. Mindenki úgy élte meg, tévesen egyébként, hogy a magyar királyság képes lenne önerejéből a töröknek ellenállni, ha lenne neki egy Hunyadi János, meg Hunyadi Mátyása. De ezt, ha visszanézzük rá, ez illúzió, de ahhoz, hogy ellenálljunk a töröknek, ahhoz ez az illúzió nagyon is kell. És a következő nagyon fontos dolog, hogy a balkáni államok mögött a magyar királyság van, amely nem tud olyan támogatást nyújtani nekik, mint amilyet a megerősödő Habsburg Birodalom tudott nekik nyújtani. Mert sokan mondják, hogy a Habsburg Birodalom ütköző államnak tekinti a magyar királyságot, ami egyébként így is van. De mindent megtesz annak érdekében, mondjuk mindent nem, de sok mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az ütköző állam működjék is. A magyar királyság ezt a támogatást tartósan sem Havasalföldnek, sem Moldvának, sem Szerbiának, sem Boszniának nem tudta megadni. Ideig, óráig igen, de egy idő után már nem. Köszönöm. És azért ebben benne van azért a magyar birtokos is, meg minden. Tehát azért azt mindig szoktam mondani, hogy azért a Nádasdy Tamásnak az esetét, ő hányszor ütközött meg a törökkel, és hány vereséget szenvedett, míg azt az első győzelmet megaradta. És ez csak felutalóra mindig. És nem tudhatta, hogy visszajönnek. Hétfőn hallgattuk a Bámor, azaz Bán János olyan kebelragasztó előadását, amely azért kevésbé adatolt volt, mint ez valóban történelmi előadások, viszont nagyon hazafias volt. És akkor is már eszembe jutott az, hogy most nem az én véleményemet mondom, mielőtt mindenki meg akar engem folytani, hogy és mi van akkor, ha a magyarság nem így viselkedik, nem pusztítja ki önmagát, végsősorban ezekben a több száz éves harcokban, tudom, történelmietlen, hogy van az a törökök elérik Bécset. Biztos, hogy nem jobb álláspont lett volna? Hát ez ugye, úgy ahogy mondja, ez nem megválaszolható kérdés. Ez visszatérő kérdésem a beszélgetésekben, meg ez az álláspont, amit tartalmaz. Szerintem erről szabad gondolkodni, csak amit gondolunk, arról nem szabad azt gondolni, hogy az igaz. Mert hogy azt nem tudhatjuk, hogy mi igaz. Tehát ha erről gondolkodunk, akkor én erről mindig úgy gondolkodom, hogy megnézem, hogy mi történt a balkáni államokkal. Na most, hogyha megnézem, hogy mi történt a balkáni államokkal, és megnézem, hogy mi történt Magyarországgal, és hogy nem a mostani állapotot akarom keresni, de nem kell nagyon messzire visszanyúlni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az a történelmi fejlődés, ami a magyar társadalom ellenállásában gyökerezik döntően, az a társadalmi fejlődés, az egy sokkal szerencsésebb fejlődés az állampolgárok egészét tekintve, mint a balkán. Ami mai napig tart. Hát én most ebben nem akartam belemenni, mert ez messzire venni, mert nem erről szólunk, de így. Igen. A magyar politika most is önálló utat jár. Hát most jó. Meglehetősen, na. Jó. Köszönöm. Kérdés még valaki? Mi az a fordulata, hogy 1680-as években egyszer csak rájöttek a nyugat-európai hatalmak, hogy most viszont beavatkozunk és most kiüldjük a törököt? Hát ennek döntően a lengyel király a motorja és a pápa. Ugye az történik, hogy amikor a török megint, ugye most itt részletekben megint nem szabad belemenni, mert elveszünk benne, tehát a dolog lényege az, hogy mindig ezek a nagy hadjáratok akkor jönnek, amikor a portán olyan nagy vezérek kerülnek a politika küzdőterébe, akik úgy gondolják, hogy a török birodalom problémáit sikeres hadjáratokkal kell megoldani. És ugye mindig nagy vita folyik, hogy a hadjárat az tengeren fog menni, vagy szárazföldön. És ha szárazföldön és Európában, akkor Magyarország pont vége. Másfelé is kalandoznak szárazföldön, ha Európában, akkor Magyarország. És
Ugye 83-ban, amikor megindul a török hadsereg, akkor azt biztosan tudják a kémek alapján Bécsben, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, mert hogy a magyar királyság most nem lesz képes ellátni a szűrő szerepét, hiszen a felvidék már török bazarlus, magyarán széles sávon keresztül úgy tud átjutni a török hadsereg Bécsig, hogy nincs semmi, ami megállítaná. Magyarán sokkal hosszabb ideje lesz Bécset ostromolni, mint volt 29-ben. És ekkor jön Szobieszki János, aki azt mondja, hogy ő beavatkozik. És el is kezdi összeszedni a hadseregét, az egy 20 ezeres, nagyon komoly, ütőképes haderő lesz, és amikor Szobieszki János megérkezik Bécs alá, akkor vállalkozik a Bécs körül gyülekező, felmentő német haderő arra, hogy megütközzék a törökkel. Szobieszki nélkül nem vállalkozott. És itt avatkozott be a pápa, és elkezdte szorgalmazni azt, hogy ha létrejött ez a szövetség, ne essék szét. És megkeresi a katolikus választófejedelmeket a német birodalomban, és a katolikus választófejedelmek miért sem rámozdulnak erre a szövetségre. És akkor így kerülnek ide a bajorok egyebek mellett ebben a háborúban, és ahogy szerveződik ez a szövetség, úgy válik világossá, hogy érdemes megpróbálkozni. És a pákányi csata ugye ebben megerősíti. És innentől kezdve, bár a Habsburg udvarban mindig van békepárt jelen, azok egyszerűen nem tudnak érvényesülni a továbbiakban. És nyilván 86-tól kezdve pedig viszi a dolgot a siker. Mert azért a 86-os Buda ostroma után egyszerűen nem lehetett megállítani a folyamatot, és ugye ez jól mutatja, hogy hiába jön a másik front 88-ban, ezzel együtt sem lehet megállítani a török frontot, egészen addig, amíg az entrai csatán után Szabolyi Jenő, aki megnyeri az entrai csatát, azt mondja, hogy meg kell állni. És akkor megkérdezik a Jenőt, hogy miért, és azt mondja Szabolyi Jenő, azért, mert a hadsereg erőt ott. És akkor itt jön a karlócai béke. És ezért mondom, hogy ez egy közép-európai siker, sőt, hát most nem akarok megválasztani, de igazán egy katolikus. Vannak ott protestánsok, de döntően közép-európa katolikus államai és hadseregei. Köszönjük. És ez a Szobieszki János, ugye, akit a nőgetett igazgató, akinek a szobrát most nem engedi a vörösbécsi városvezetés felállítani. Azért, mert megmentette, ez nem számít. Igen, ez a Kármán Levicsa. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.